arról beszélgettünk, hogy egy személyes vígjáték, és én különösen kíváncsi voltam, hogy egymagad hogy tudod betölteni a színpadot, de ahogy elnézem, sikerült. Hát én magam is nagyon kíváncsi voltam rá, hogy milyen az, amikor az ember ott áll egyedül 520 emberrel szemben. Csak azt képzeljük el, hogy mondjuk, hogyha ilyen baráti társaságban az ember elkezd mondjuk viccet mesélni, hogy mennyi ideig tudja fönntartani a figyelmet. Azért ez általában olyan 4-5 perc szokott lenne, míg egy ember birtokolja a figyelmet. Most azért 1 óra 20 percet úgy tartani, hogy 520 ember arra kíváncsi, hogy te mit fogsz mondani. Helyenként én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogok mondani a következő pillanatban, mert gyakorlatilag fogalmam nincs. De azért ennél mámorítóbb érzés, mint amikor azt érzed, hogy ezek az emberek szeretnek téged, és hogy nagyon jól szórakoznak, és hogy azt érzed, hogy valamit haza lehet ebből vinni. Mert szerintem azért ez nagyon fontos, hogy ez egy rettenetesen szórakoztató színdarab, de azért ennek van mondani valója. Tehát, hogy azért nagyon egyszerűen és nagyon az emberek nyelvén beszél az emberekhez, az ő problémáikról, de közben azt gondolom, hogy vannak benne olyan mondatok, amik fontosak, hogy eljussanak az életről, az élet szeretetéről, arról, hogy valamiféle egyensúlyt kell találni férfi és nő között, és soha bűnös életben nem fogjuk megérteni nőket, meg ők sem fognak megérteni minket, de hogy azért ezt lehet úgy csinálni, hogy valahogy együtt tudjunk élni egymás mellett. A színdarab előtt, meg így a próbák alatt beszélgettél nőkkel, férfiakkal, ugye mert úgy férfi-nő kapcsolatáról van szó, hogy esetleg, vagy saját tapasztalatodat mennyire vontad bele? Hát a saját rengeteg van benne, mert hogy meg volt írva a darab, 80 oldal eleve, és akkor utána elkezdtük, azt mondta a tanár úr, hogy a legfontosabb az, hogy az első személybe szóljon. És akkor azt hiszem, hogy valami nagyon nem az én történetem, akkor helyett nézek egy másikat nyugodtan. És akkor elkezdtem hozni történeteket, elkezdtem könyveket olvasni, amik ebbe a témába vannak. És akkor voltak olyan próbák, amikor csak hoztam ezeket az ötleteket, és ebből mit tudom, 10-ből 2 maradt körülbelül. Az első verzió az olyan 2 óra volt, ami irdatlanul hosszú, tehát ezt nem lehet megtölteni, de az 1 óra 10 perc az pont olyan, amit végig lehet ülni, lehet élvezni végig, lehet szeretni. És hát nagyon sok mindenért fájt a szívünk, de azokat ki kellett dobálni. Elmondasz egyet legalább, hogy mi volt ilyen? Hát én például imádtam ezt, hogy a nők hogy vezetnek, hogy mindenre figyelnek, kirúzsozzák a szájukat. Nem tudom, a férfi az, hogyha tolat, akkor kikapcsolja a rádiót. Mert nem tudunk két dologra figyelni egyszerre. Vagy például, hogy a nők azért vásárolnak így, mert a férfiak vadásztak, a nők gyűjtögettek. És a nők ment bogyóról bogyóra, követte az utat, bármerre ment, közben gyerekre vigyázott, közben beszélgettek. Egyszerre csomó mindenre figyelt, és közben folyamatosan letért az útról, és visszatált. A férfi elkezdte követni a nyomot, és azon ment végig egyenesen, elejtette a vadat, ugyanazon az úton visszajött. Tehát, hogy nekünk valahogy így állt be az agyunk. Ezeket szerettem, amik ilyen picit rávilágítanak ezekre a különbségekre. Egészen nem volt már helyet, tehát, hogy mi azt éreztük, mi próbáltam belenyomni, de azt éreztük, hogy nagyon lötyögött, tehát, hogy valahogy nem igazán tesz hozzá, úgyhogy ezektől is meg kellett válni. Meg kell jegyeznem, eszméletlen jól táncolsz, mennyi gyakoroltál tükör előtt? Hát semmennyit, egyébként én nem tudok táncolni, tehát hogy én ezeket így nem tudom, hanem hogy valahogy ez a figura jött, megszólalt ez a zene, és akkor valamit ott hirtelen kellett csinálni, tehát nem volt se koreográfus senki. És akkor úgy, hát jó, mert azért ez egy nagyon-nagyon bohóckodás, és azért ezt általában nem ez az én műfajom. De azt mondta a tanár úr egy óra az elején, hogy viszont, hogyha csináljuk, akkor azt csináljuk. Tehát akkor ne szégyenkezünk, tehát hogy bohóckodunk, akkor viszont bohóckodjunk, mert ezt imádják a nézők. És nekem tényleg a Bodrogi Gyula egy ilyen nagyon jó példa erre, hogy olyan örömmel és olyan szeretettel csinált ezeket a vicceket, a táncokat, ezeket, hogy ezt nem lehet intellektusból hülyéskedni. Tehát, hogy az akkor jó, hogy az ember szíve, lelke benne van és örül neki, mert akkor a nézők is örülnek, és akkor az úgy tök jó. Hát átjött az biztos, ugye 6 karaktert testesítesz meg, igen. Melyik volt a kedvenc, vagy melyik volt, akivel egy kicsit több gondod volt? Van a Linger bácsi nevű karakter, vele nagyon sokat küzdöttem, mert mindig valami vicces embert akartunk belőle csinálni, hogy vicceket mesél, nem tudtad, legyen ez egy ilyen jópofa kis kújon öreg ember. És akkor egyszer csak egyik próbán így megálltam, pont ebben a teremben próbáltunk, és mondtam, hogy tanár úr, mi van, hogy ez nem vicces? Tehát, hogy annyi vicces karakter van ebben a színben, mert ő nem vicces, hanem ő teljesen normálisan beszél az életről és az élet szeretetéről. Hogy legyen egy pont, amikor egyáltalán nem nevetnek a nézők, hanem egyszer csak jön valami plusz üzenet. És mondta, hogy ez van, hogy nézzük ezt, és hogy ez a jó irány. Úgyhogy az volt a legnehezebb. Nagyon bírtam ezt a Taxis Gyuszi nevű karaktert, aki ez a pókasú, seggekin van, hasakint van. Tehát hogy azok is, ezek mind nagyon nagy örömök, tehát ezeket mind nagyon jó játszani, mert azt látom, hogy tényleg szeretik a nézők. Szerintem egyébként nekem a francia is tetszett. Vicces volt és laza. Hát igen, a franciában meg ugye az a jó, hogy van egy önmagától teljesen eltelt pali, aki azt mondja, hogy a nők azokat egy kis sejemzsindoron kötögetett, tehát úgysem tudja komolyan venni a nőket, pedig valójában teljesen ilyen kis tárgyként kezeli őket. Ilyet is ismerünk azért. És most, hogy ugye te voltál egymagad a színpadon, mennyire izgultál jobban, mint átlagban? Hát nem szabad izgulni, hogyha az ember elkezd izgulni, akkor vége van. Tehát, hogyha egy pillanatra eszembe jut, hogy mi van, hogyha nem leszek elég jó, akkor gatyan
és teljesen valamiféle csendet meg kell találni a fejedből, hogy minél koncentráltabban csinálj. Hogyha elkezdesz izgulni, az a teljesítmény rovására megy, tehát hogy az biztos nem jó.